Sziasztok! Ebben a mai videóban Hajduk Split csapatával fogunk találkozni. Igen, és még egy kis interjút is készítettünk Lovrencsics Gergővel. Nézzétek! Vagyunk a Hajduk Splitnek az edzőtáborában, Ausztriában. Hát jó, korán indultunk, de most már megérkeztünk. Nem sok, négy emberrel kell aláíratnunk, de hát köztük ugye ott van Subasic, ugye horvát válogatott kapusa, illetve Kalinic, aki nagyon fontos, de hát ne feledkezzünk meg Lovrencsics Gergőről sem, ugye hoztam tőle is kártyát. Mutatom, hogy miket hoztam. Tehát itt vannak. Subasicstól betettem egy párat. A biztonság kedvéért. Hát ha. Utána következő, megállok közben. Ugye ez az Kalinic. Modulation, szép kis kártyák vannak. Kis Atlético Madridos. És itt a legvégén pedig, itt van ugye Lovrencsics kártya. Hú, ez nagyon szép kis kártya. És még itt találtam egy, hú, most így írtam meg, nem Alexander, nem tudom, és egy csapatképet, a jobb alsó sarokban látható, aki kell nekünk. Hát reméljük, hogy hamarosan kijönnek, és akkor aláíratjuk, verjük a kártyákat, és már mehetünk is vissza. Sok sikert! Na, itt vagyunk, hát ez egy érdekes dolog történt. Ugye azt hittük, hogy 9:30-kor mennek edzésre, és kiderült, hogy este 6-kor. 5-kor vagy hánykor, 5:30-kor indultunk otthonról. Na mindegy, a lényeg, hogy Lovrencsics-sel találkoztunk az egyik játékossal, és mondtuk neki, hogy hát küldje már ki Lovrencsics Gergőt, hogyha tudja, ki jött, aláért, örült nekünk, és hát gyerekek, hihetetlen, bevitte az albumunkat, és most aláírja Subasiccsal és Kalinicsal, ugye Kalinicsal már alá is iratta, ott láttad, vagy látjuk a videón, hogy ott írja a kis kék füzetünket, és most Subasics keresi, aztán már mehetünk is haza. Hát ez óriási nagy segítség volt nekünk. Hát sok-sok ilyen játékos kéne, aki így segít a gyűjtőknek, az aláíróknak. Tehát majd még amikor kijön, akkor még azt fölveszünk, aztán indulunk haza. Sziasztok! Hát ott látható, bevitte Gergő, ugye Lovrencsics Gergő, a kis mappánkat. És a pont nem látjuk, mert tükröződik, de ott talán egy kicsit. Mindjárt megnézzük. Á, igen, ott írja alá. Igen, szuper, ott. Ó, de jó. Csak pont telefonált és mondta a Gergő, hogy ne zavarjuk. Ott van a kis kék mappánka, ez az. Na, hát ez is megvan. Köszönjük Gergőnek. Ha minden igaz, akkor már jön is vissza, és hozza a kis albumunkat. Nézzük meg. Hopp, remek. Na, elkaptam a fiúkat. Köszönjük a kedves. Nagyon én szépen köszönjük. Úgyhogy sikerült. Azért azok mondom a suba, aztán így jobb volt, hogy egyszerűen most váratotok volna, még nem tudom mennyit, fél óra, óra, két óra, nem tudom. Igen, tehát többször terveztük már, hogy meginterjúvolunk játékosokat, vagy játékost. Igazából csak egyetlen egy kérdést teszünk föl. Erre én nagyon kíváncsi vagyok, hogy
Ez a kérdés nem más, mint hogy ilyen labdarúgóknak, akik több nemzetközi meccseken is részt vesznek, rengeteg híres labdarúgókkal, más labdarúgókkal találkoznak, hogy nekik mi a legértékesebb, vagy legbecsesebb erekjéjük, amit a futballvilága adott nekik. Most ezt a kérdést először Lovrencsics Gergőtől kérdeztük meg, és hát itt a válasz, ami egyébként szerintem meglepő, és egyben nagyon szép. Hallgassátok! Hát akkor egyszerűbb, egy fokkal, első válogatott mérkőzés. Bajt elleni bemutatkozó mérkőzés, amúgy az Edo Parkban játszottunk, és ugye az volt az első válogatott, és nem emlékszem rá, hogy, hogy ugye a második fél időben álltam be, ugye a második fél idő elején. Meglepett, megmondom őszintén, hiszen Egervár és Anya bácsival megbeszéltük, hogy, hogy meglátjuk, hogy alakul a mérkőzés, és akkor ahhoz viszonyítva kapok majd lehetőséget, és akkor amikor mondtam fél időből, hogy kezdjek aktívan melegíteni, mert szünetbe beállok, akkor így kicsit sokkolva voltam, nagyon örültem neki, és próbáltam a lehető legtöbbet hozzátenni, amit csak tudtam, úgyhogy az a mezem még megvan, és ezt nagyon becsbe tartom. Uh-huh. Nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm. Tehát ki gondolta volna, hogy annyi nemzetközi mérkőzés után, annyi híres focista találkozása után a legbecsesebb erekéje az első magyar válogatott meze, amiben először lépett címeres mezben pályára. Hát ez nagyon szép, tényleg. És köszönjük Gergőnek, hogy ezt megosztotta velünk. Kíváncsian várjuk majd, hogy ki lesz a következő, akit szintén ugyanígy megkérdezünk ugyanerre a kérdésről, és hogy majd mit fog válaszolni. Természetesen ezt is megosztjuk majd veletek. Na tehát Gergő kihozta nekünk az aláírt kártyákat. Hú, de jó lesz. Aztán mindenit. És ugye Kalinicsal is. Tényleg még a számot is odaírta. Hát ez óriási volt, gyerekek. Indulhatunk haza. Reméljük, hogy tetszett ez a videó. Ha tetszett, akkor iratkozzatok fel, lájkoljátok, és nézzétek meg a többi videónkat. Igen, és nézzétek meg az aláírt kártyákat, amiket ugye minden videó végén láthattok, hogy hogyan is sikerültek ezek az aláírások. Sziasztok! Sziasztok!